A szavazólapok adattartalmáról szavazott ülésén a helyi választási bizottság. A polgármester jelöltek az egyéni választókerületek szavazólapjait és a nemzetiségi önkormányzati választások szavazólapjait fogadta el a bizottság. Ezeket írták alá egyenként a tagok. Meghatározza a jogszabály, hogy pontosan minek és hogyan kell szerepelnie a szavazólapon. Ugye mi, amit vizsgálni tudunk és amit ellenőriznünk is kell, ugye, hogy azok a jelöltek szerepelhetnek a szavazólapon, akiket a választási bizottság nyilvántartásba vett, abban a sorrendben, ahogy a választási bizottság a korábbi ülésén kisorsolta a szavazólapon történő megjelenés sorrendjét. Palos István hozzátette, ezen kívül azt ellenőrizték a tagok, hogy a jelöltek kérése szerint a második név a titulusoknak az elhagyása vagy szerepeltetése megfelelő-e a lapokon, illetve hogy a jelölő szervezetek logója jól van-e feltüntetve, egyforma méretű betűk és logók vannak-e a lapokon. A nemzetiségek esetében egy kivételével már kedden el tudta fogadni a szavazó lapokat a bizottság. Központi probléma a Nemzeti Választási Irodánál volt a görög nemzetiség szavazólapjával egy olyan probléma, hogy a nemzetiség nyelvén való feltüntetése a választás időpontjának hibásan történt. A helyi választási bizottság szerdán délután tudott csak dönteni a görög nemzetiség szavazólapjáról. Addigra érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodától a jogszabályoknak, követelményeknek megfelelő szavazólap.